egy ilyen térbeli konstrukció az egész, ami mozgásban van, amiről biztos sokat lehetne gondolkozni, de én szerintem ez is beleépült a képekbe. Én azt tartom, hogy a gyerekkornak rengeteg megérthetetlen és megemészhetetlen, de megélt, átélt történése, az az emberben mind megvan. Nekem arra volt jó, hogy megtapasztaljak egy olyan anyaghalmaz, miben létet, amit életem folyamán se azelőtt, se azután nem lett volna erre mondom, és ennek a tudata valószínűleg nagyon fontos ahhoz, hogy bizonyos dolgokat úgy csináljak meg a festészetben, ahogy megcsináltam. Soha az életben többet nincs mód ilyen élményeket szerezni, ha csak nem parasz gyerek a szerencsésre, de most már ezek a lehetőségek, hogy nincsenek is. Nincs. Minden virtuálisra változva. Nincsenek. Kevés a valóságos történés, még a gyerekek számára is. Hát ha kertben mi ástunk egy kicsit olyan zöldségeset, ágyást csináljunk, biztos, hogy egy-két zápfogat vagy valamit biztos találtunk. Nekem az anyagon keresztül van bejárásom a dolgokba, és mivel az anyaguk megtekinthető, fogható, szagolható, látható volt, nem féltem ezektől a dolgoktól. Nem áll olyan távol attól, amit mi vagyunk. Én borzasztóan szeretem a képeimet. A képeket élő lénynek tekintem. Olyan energiákat vélek a művekbe belehelyezni tudni, ha minden jól megy, amik onnan tovább hatnak, fizikailag is. Tehát sugárzás formájában akár. Ha te olyan állapotban vagy, hogy nézel egy művet, az enyémet, vagy másért, amelyik olyan szerencsére, hogy hordozni tud egy ilyen töltést, akkor te neked azt venned kell valami módon, az agyadnak, meg az egész valódnak, és valamit azzal majd kezdesz. Azért járunk múzeumokba, mert meg akarunk változni, és ebben a művek segítenek. Készen kell ráállni, készen kell lenni, fogadni. Az emberben megvan a rezonálás képessége, tehát el tudja helyezni a saját világába. A festészet az egy közös dolog.